az ökológiai és a szociális feladatok megoldása. Ezért az Út a munkához programban a közmunka költségére mi, mint befektetésre tekintettünk. És igyekeztünk olyan korrekciókat megcsinálni, illetve az önök számára előkészíteni, amelyek nyomán ez a befektetés busásan megtérül a helyi gazdaság fejlődésében. Az utóbbi hetekben itt a házban is volt szó néhány helyi gazdasági kezdeményezésről, például az Ináncsi vagy a Rozsáiról, de ezek én a személyes tapasztalatok alapján ki tudnám egészíteni a Tiszaladányival, a Szakóival, a Turistvándival, a Szendrőivel, a Belecskaival, a Pusztaföldvárival is nem sorolom, ahol a korábbi gazdasági kezdeményezések a közfoglalkoztatás segítségével bővültek jelentősen, vagy éppen az Út a munkához program hozta azokat létre. E helyeken a helyi igények kielégítésében megnőtt a helyi munkaerő alkalmazása, és látható az is, hogy az önállátásból kifejlődhet árutermelés, és megfelelő hálózatok kiépülésével a feleslegek elhelyezhetők a helyitől a nemzetközi piacokig nagyon sok felé. Annak a közmunkának, ami bővíti, erősíti, fejleszti a helyi gazdaságot, van értelme. A benyújtott törvényzet tervezetben van is két elem, ami ezt segítené, a nemzeti földalap birtokpolitikájának módosítása és a közhasznú munkaerőkölcsönzés. Ezeket maximálisan támogatjuk. Igen ám, de ez csak akkor ér valamit, ha a közmunkának olyan tervezési és irányítási rendje van, amely táplálkozik a helyi társadalom gazdasági igényeiből, és elsősorban arra válaszol, arra reflektál. Ehelyett létrejön egy állami munkaerő kölcsönző, az esélyét is elveszítve, hogy valaha megtérüljön a közmunka ráfordítása. Az érintettek elveszítik az esélyt, hogy abban a környezetben, ahol élnek, előbb-utóbb saját maguk munkát kapjanak, mert hogy közmunkában már bizonyítottak. Beleragadnak az állami közmunkaprogramba. Miniszterelnök úrnak nem azon kellene gondolkodni, hogy hogyan szorítja ki a gépeket a 21. század nagy építkezéseiről, hanem azon, hogyan rendezi át a magyar társadalom működését úgy, hogy vásárlásainkkal minél több magyar munkavállaló bérét finanszírozzuk. Az előterjesztés árulkodó. Az egy kulcsos adórendszer munkahelyteremtő hatása elmaradt, abban már a kormány sem bízik. Túldimenzionált közmunkaprogramok ígéretével próbálja menteni vállalásait, miközben értelmetlenül feldúzasztott állami programjainak költségét az érintettekkel fizetteti meg, bérük radikális csökkentésével, megsértve az egyenlő munkáért egyenlő bér alapvető jogát. A nemzeti munkaerőkölcsönző súlyos 10 milliárdjai nem a helyi gazdaság erősítését és a foglalkoztatottak képességeinek fejlesztését szolgálják, hanem százezrek megrendszabályozását, közmunkaszolgálatot közmunkatáborokban, belügyes és hadügyes felügyelettel. Az MSZP frakciója csak olyan rendszer támogat, amely 8 órás munkát, tisztességes bért biztosít, és a közmunka segítségével gyarapodó, tartós munkahelyek létrejöttét eredményezi. Mindezik alapján mi ezt a törvényjavaslatot nem tudjuk támogatni. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Köszönöm szépen, képviselőasszony. Megadom a szót Spaller Endrének, a Kereszténydemokrata Néppárt képviselőcsoportja vezérszónokának. Önni a szó, képviselő úr. Tisztelt képviselőtársaim, köszönöm a szót. A szegénység egyik oka ma Magyarországon a munkahiánya. Nem csak a munkahely hiányára gondolok, hanem magára a munkavégzés hiányára is. A 168 óra című újság egy Hernád Szent Andrási példát mutat be legfrissebb számában. A közmunkában való bekapcsolódástól mondta egy polgármester a következő szavakat. Azok közül, akik rég munkanélküliek, sokaknak eszükbe sem jutott beállni. Kapják a segélyt, és elkényelmesedtek. Sokak szerint jól írja le a helyzetet ez az idézet. Nem az ő hibájuk a kialakult helyzet. Az elmúlt 20 év szociális demagógiája azt sugallta, hogy mindenki dolgozna, ha lenne munkahely. Ez 1990-ben így is lehetett, majd mind többen, mind tovább nem tudtak dolgozni, és már a felnőtt egy generáció, amelyik már a szüleit sem látta dolgozni. Ennek problémáival szembesült az állam az Út a munkához program szervezésekor.
Nem tudtak mit kezdeni azokkal, akik nem rendelkeztek megfelelő munkakultúrával, például reggel nem érkeztek meg pontosan. Arról már nem is beszélve, hogy értékteremtő munkát sokszor nem végeztek, azaz valódi munkatapasztalatot nem szereztek. Nem csoda, hogy nem is tudtak később az elsődleges munkaerőpiacon elhelyezkedni. Arról meg már nem is beszélve, hogy sokakat beengedtek a rendszerbe, de nem állt rendelkezésre minden forrás. Ugye a Fidesz kormánynak, amikor hatalomra került, ki kellett egészíteni ezt a kasszát. A Fidesz-KDNP kormány ezt a helyzetet örökölte. Azzal szembesültünk, hogy kevesen dolgoznak, még kevesebben fizetnek adót. A közmunkaprogram célja, hogy segély vagy közmunka ne választás legyen. Ha letelt a munkanélküli segély időtartama, csak a közmunka legyen elérhető. Az értékteremtő munka végzés legyen a közmunka időtartama alatt is. Hiszen ráfér erre az országra a munka, bármilyen keretek között végzik is. Látható azonban, hogy a közmunka az egyén számára nem megoldás. Ebben a rendszerben sem az a célja. Nem jelent stabil egzisztenciát, éppen ezért egy bővülő munkaerőpiac nélkül mindez csak féloldalas megoldás lenne. Azonban azt látjuk, reményeink szerint, és ez így is marad és felgyorsul, hogy jelen pillanatban bővül az elsődleges munkaerőpiac, egyre többen tudnak ott elhelyezkedni, egyre több, nagyobb a foglalkoztatottság. De nem csak a munkaerőpiac fontos, hiszen a munkanélküliség vidéken jelentősebb, mint városokban. Azaz mindezt a környezetet ki kell egészítse az otthoni gazdálkodás elősegítése, és annak a piacra jutásának, maguknak a termékeknek a piacra jutásának az elősegítése. Az őstermelői munkát megkönnyítettük, és számos segítséget adtunk az itt dolgozni akaróknak. A munkaerőpiac bővül, még ha nem is olyan mértékben, mint azt szeretnénk. Most a közmunkaprogram újjászervezése fekszik előttünk, tehát így teljes az a kép, amiről igazából most nekünk beszélnünk kell. A közfoglalkoztatást végezheti állam, költségvetési szerv, közhasznú szervezet, vizitásvált, stb. Ahogy ez itt az előttünk fekvő törvényben szerepel. Olyan munkát fognak végezni azok az emberek, akik ebbe bekapcsolódnak, amelyeket ma is elvégeztetnének, ha lenne rá elég állami forrás. Tehát ma fizetünk segélyt, fizetünk ezt-azt, ugyanakkor azok a munkák, amelyekre szükség lenne, azok nincsenek elvégeztetve. Ezt is kiküszöböli ez az új rendszer. A fizetés érdemben nem csökken, hiszen a minimálbértől annyival tér el az új bér, amennyi a ledolgozott túra és az egyéb ellátás, utazás, étkeztetés különbsége. Aki nem fogadja el a felkínált munkát, nem kaphat segélyt. Aki nem dolgozik legalább 30 napot egy évben, az szintén nem kaphat segélyt. Ebbe bármilyen munkavégzés beletartozik, akár az adórendszeren kívüli foglalkoztatás is. Bármilyen. Ez azt jelenti, hogy nő az egyéni felelősség. Ezt Szűcs Erika nagyon jól megfogalmazta, de szerintem ez egy fontos közös célunk. Hogy senki nem veszi le az egyén válláról azt a terhet, hogy neki kell gondoskodni a saját magáról, ugyanakkor biztosítunk lehetőséget arra, hogy ezt megtegye. Szerintem egy fontos dolog az, hogy nem a kistelepülési önkormányzatok egyébként kicsi szervezetére bízzák rá a közmunkát, ami arányaiban őnáluk a legnagyobb feladat, hiszen arányaiban ott van a legnagyobb munkanélküliség ma sajnos Magyarországon. Ugye ezt a feladatot az állam átvállalja, és maga szervezi meg profi eszközökkel, profi munkaszervezőkkel, azt gondolom, hogy összességében ez így sokkal olcsóbb lesz. De összességében a KDNP támogatja a közmunkaprogramnak az ilyen típusú átalakítását. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr. Megadom a szót Berta Szilvia képviselőasszonynak, a Jobbik képviselőcsoportja vezérszónokának. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt ház képviselőtársaim. Megszületett a régóta várt közmunkatörvénycsomag, egyik szemünk sír a másik nevet. A legnagyobb probléma ezzel a törvénycsomaggal az, hogy nem differenciál, egy kalap alatt kezel minden munkanélkülit. Holott jól körülhatárolhatóan két csoportja van a munkanélkülieknek, az egyik, akire tulajdonképpen született reményeink szerint ez a törvénycsomag, a tartós munkanélküliek, aki egész életében elvétve dolgozott, alulképzett, iskolázatlan. Illetve van a munkanélküliek másik csoportja, akiknek nagyon növekszik a száma, azok pedig a szakmával, legtöbbször jó végzettségekkel rendelkező tanult emberek, akiknek a gazdasági helyzet miatt megszűnik a munkahelyük.
tulajdonképpen egész addigi életüket többségében tisztességgel ledolgozták. Ilyen szempontból az első csoportra teljesen jogosnak tartjuk ezeket az intézkedéseket, bár majd lesznek megjegyzéseim még ezzel kapcsolatban. Ellenben a másik csoport számára ez a törvényjavaslat az emberi méltóságot olyan szinten sérti, és olyan szinten lehetetleníti el őket, és adott esetben az egész addigi életük munkáját teszi tönkre, hogy ez tarthatatlan, tehát mindenképpen differenciálni kellene a két csoport között. Ezt a helyzetet alapvetően az elmúlt évtizedek pozitív diszkriminációja teremtette meg, hogy létrejöhetett egy ilyen hatalmas csoport, akik alulképzettek és a munkavilágától teljesen távol állnak. Tehát ha szükséges, akkor bizony most is diszkriminálni kell, a megfelelő eszközöket meg kell keresni. A munkatörvénykönyvének bizonyos rendelkezéseit nem akarják vonatkoztatni erre a közmunka típusra, amiben van is helyenként logika, de vannak benne érthetetlen dolgok is. Az egy dolog, hogy tulajdonképpen egyfajta rabszolgafoglalkoztatást teremt meg, de vannak benne igazából a hosszú távú munkavállalás szempontjából, vagy a munkaerőpiacra történő visszatérés szempontjából rossz dolgok, például, hogy működési bizonyítványt nem adhat ki a munkáltató. Ez a működési bizonyítvány arra szolgálna, hogy bizonyítsa, egyfajta referenciaként szolgáljon, hogy az az adott munkavállaló megfelelően teljesített mondjuk az önkormányzatnál, közmunka keretében. Ez nagyon fontos lehet egy évek óta munkanélküli számára, hogy bizony, amikor elkezd munkát keresni, akkor bizonyíthassa, hogy azért ő valamit mégiscsak ér. Na most, hogy ezt miért akarják ezt kivenni, hogy ezt miért nem adhat ki, miért nem állíthat ki ilyet a munkáltató, ezt nem tudjuk megérteni. A másik az álláskeresési járadék körüli változtatások. Tehát, hogy ezt nagyon meg akarják szigorítani, illetve le akarják csökkenteni. Eleve azt mondják, hogy maximum 180 napra jár, akkor, hogyha 5 év alatt megvolt ugye megfelelő mennyiségű jogosultsági idő. Na most ez a 180 nap, ez azt jelenti, hogyha 5 éven keresztül folyamatosan végig volt munkája, és még veleszük, hogy 2 szökőév is volt, akkor esetleg pont jogosult lehet 180 napra. Tehát szinte nem is kellett volna ezt beletenni, ezt a korlátot, mert ez csak 5 éven keresztül folyamatos munkavégzés esetén érhető el. És hát ugye drasztikusan visszaveszik a mértékét is. Innentől kezdve maximum a minimálbért kaphatja meg valaki, illetve az előző bérnek a 60%-át, de maximum a minimálbért. Holott ez egy járulékkal megalapozott juttatás, tehát ezért tulajdonképpen valaki ilyen biztosítás jellegűen előtte fizet érte, hogy utána kapjon, amikor olyan helyzetbe kerül, akkor ne csúszson pár hónap alatt a nyomorba. Tehát a mai helyzetben, amikor az emberek az elmúlt években felejték minden tartalékaikat, mert olyan a gazdasági helyzet, hogy ahhoz, hogy egyáltalán létezni tudjanak és a családjukat fenntartsák, nem tudtak tartalékot képezni, és ami volt, azt is felérték, akkor adott esetben 20-30 évnyi munka után munkanélküli lesz, egy ilyen juttatás mellett, mire új munkahelyet talál, ami legyen csak 3-4 hónapos munkanélküliség, egyszerűen nyomorba fog csúszni. A rezsiköltségek, rezsihátralékok felhalmozódnak, a hiteltörlesztésével gondok lesznek, egyszerűen a megélhetés is, mert ez annyira kevés ez az összeg, amit önök adni akarnak az ilyen helyzetbe került embereknek, hogy a minimális megélhetést sem fedezi. És akkor itt mindjárt nézhetjük a kapcsolódó korábbi intézkedéseket, miszerint 60 nap után már kikapcsolhatják a közüzemeket, a közüzemi szolgáltatók, tehát tényleg egy rövid munkanélküliség idő alatt teljesen nyomorba csúszhat az egész család. Egy egyébként tisztességes és évtizedeket végig dolgozott embernél is. Úgyhogy ezt nagyon rossznak tartjuk. És szintén ide kapcsolódik az is, hogy még ezt is ahhoz a feltételhez kötik, hogy a közmunkát el kell fogadnia, amit felajánlanak neki. Tehát, hogyha valaki munkanélkül lesz, csak akkor kap bármilyen segítséget, hogyha azonnal elmegy közmunkára, tehát a munkakeresés legintenzívebb és leginkább sikerrel kecsegtető időszakában, adott esetben elküldik őt hétfőtől péntekig valahova az ország másik felére árkotásni, úgyhogy esélye sincsen munkát keresni. Tehát ezt az első mondjuk 3 hónapot, vagy kinek mennyire lesz jogosultsága, ezt igenis meg kellene hagyni, hogy normális körülmények között meg tudjanak élni, nem luxus szinten, de ne omoljon össze a család élete, illetve igenis legyen lehetősége munkát keresni annak az embernek. Ezért mondom, hogy differenciálni kell, mert itt két különböző csoportról beszélünk, és bizony az első, a másodikat, amelyik tisztességgel, becsülettel dolgozott, tanult és szakmával rendelkezik, teljesen ellehetetlenít és megalázza ez a törvényjavaslat.
Ugye külön választották a nyugdíj előtt 5 éven belül munkanélkülivé válók számára az álláskeresési segélyt, amit akár egészen a nyugdíjkorhatár betöltéséig is kaphatnak, tehát 5 éven keresztül, ami minimálbér 40%-a. Hát nagyon dicséretre méltó az elgondolás, de itt megint tehát ez a minimálbér 40%-a, ez egyszer nevetséges, tehát ez körülbelül egy vízszámlát fedez. Képzeljük el azt a helyzetet, hogy mondjuk egy iskola bezárás miatt egy 56 éves tanárember az utcára kerül, elmegy álláskeresési járadékért, és akkor azt mondják, hogy akkor menjen el árkot ásni hétfőtől péntekig az ország másik felébe, Kanalas és Orsós István társaságában. Tehát ugye azért itt kell egy kicsit differenciálni. Ez olyan szintű megalázás, amit azt gondolom, hogyha önök állnának a másik oldalon, és önöknek kellene ezt benyelni, akkor rendkívüli módon felháborodnának. És akkor most az első csoportról beszélnék, akik mondjuk az elmúlt évtizedekben nagyon kerestek munkát, de nem találtak, és nyilván depressziósak amiatt, hogy a segélyből kell élniük, és furdalja őket a lelkiismeret a társadalomon történő élősködés miatt. Indokolt lenne belevenni azt a törvényjavaslatba, hogy amennyiben szállással, tehát elhelyezéssel történik a munkavégzés, mondjuk az ország másik felében, akkor ne lehessen 4 vagy 6 órában dolgoztatni, akkor csak főállásban, ugyanis hát ezek a szegény emberek mit fognak csinálni majd a szabad idejükben, amiből rengeteg lesz, hiszen mondjuk 4 órában dolgoznak, nincs utazási idő, és nincs ott még a család sem. Tehát egy kicsit aggódok, hogy vajon mivel töltenék el a szabad idejüket, úgyhogy ez nagyon indokolt lenne tartalmasan kitölteni nekik az egész napjukat. És szintén itt komoly aggodalomra ad okot az, hogy a kiskorúak ellátásáról, vagy a beteg hozzátartozó ápolásáról, ugye ez lehet az indok arra, hogy ne kelljen távolra, tehát elszállásolással együtt járó közmunkát elvállalnia valakinek, és erről a jegyző egyedül kell, hogy nyilatkozzon. Ez két irányból is rossz. Az egyrészt nagyon kiszolgáltatja a jegyzőt, tehát kisebb településeken, fenyegetéssel, vagy akármivel ugye tulajdonképpen megzsarolhatják, vagy rávehetik a jegyzőt arra, hogy úgy állítson ki ilyen nyilatkozatot, hogy annak a tartalma nem valós. Illetve ugyanilyen szempontból akár hatalmi visszaélésekre, korrupcióra is lehetőséget adhat, hogy egy szemében az ő nyilatkozata lesz a mérvadó erről. Illetve a nagyobb településeken információ hiány is fennállhat, hiszen a jegyző nem ismer mindenkit személyesen, nem tudja a családi körülményeit. Tehát ezt a felelősséget, ezt a nyilatkozattételt meg kellene osztani valami olyan dolgozóval, tehát önkormányzati vagy állami intézményi dolgozóval, akinek közvetlen rálátása van a családra, mondjuk pedagógus, vagy házi orvos, vagy a szociális gondozó, ez ugye a helyzettől függően. Továbbá azzal is vannak kérdőjelek, hogy a magánszférát is bekívánják vonni a közmunkaprogramba, egyfajta munkaerő kölcsönzés formájában. Ami így elsőre nem is hangzik rosszul, azonban abba bele kell gondolni, hogy ezáltal, mivel a munkáltatók így jóval olcsóbban juthatnak ugye a többnyire tanulatlan munkaerőhöz, így munkahelyeket fognak megszüntetni. Tehát az addig valamilyen módon nyilván nem túl jól, de azért kereső segédmunkások, betanított munkásokat, adott esetben elbocsátja, belülük lesznek munkanélküliek, és aztán jóval olcsóbban az államköltségén visszabéreli őket. Tehát ez egy nagyon komoly visszaélési lehetőséget jelent, valamilyen módon ezt is meg kell próbálni kiküszöbölni, hiszen így a közmunkaprogram saját maga gerjeszti a munkanélküliség növekedését majd, és tulajdonképpen állami költségen fognak foglalkoztatni azok olyan embereket, akiket előtte saját költségen foglalkoztattak. És ez senkinek nem lesz jó, mert a munkavállaló is alacsonyabb bért fog kapni nyilvánvalóan. Van egy inkonzisztencia is a törvényjavaslatban, amit így többször próbáltam értelmezni, de még mindig nem látom, lehet, hogy van valami értelme. A 11. paragrafus második bekezdésében 4 órát meghaladó utazási idő esetében kell szállást biztosítani, míg a 3. paragrafus első bekezdésében 6 óráról beszélnek, tehát 3 órányi távolságról. Ezt itt nem tudtam eldönteni, mitől függ, hogy 4 óra vagy 6 óra. Hát összegzésképp én azt mondanám el, hogy bizonyos szempontból támogatható is lenne ez a közmunkaprogram. A legnagyobb problémája, hogy nem differenciál a két jellemzően nagy munkanélküli csoport között, és ezáltal az életüket végig dolgozó emberek számára, akik tényleg átmenetileg kerülnek adott esetben a gazdaság miatt rossz helyzetbe,
olyan szintű megaláztatást nyújt, és gyakorlatilag egyszer még a segítséget is elveszi, mind anyagilag, mind álláskeresés szempontjából, és morálisan rendkívül megalázó. Mindenképpen különbséget kell tenni. Köszönöm a szót. Köszönöm szépen, képviselőasszony. Megadom a szót Vágó Gábor képviselő úrnak, az LMP képviselőcsoportja vezérszónokának. Önni a szó, képviselő úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház! Ha a kormány valóban komolyan gondolná a munkahelyteremtést és a szegénység felszámolását, akkor nem munkatáborokat szervezne a belügyminiszter irányítása alatt, hanem az önkormányzatokkal és a fejlesztési minisztériummal együtt olyan térségi fejlesztésekben gondolkodna, amelyek be tudná építeni a közfoglalkoztatást. Így csak alamizsnát oszt, megbélyegzi a közfoglalkoztatottakat, és a kiszolgáltatottak körét növeli tovább. A sajtóhírek szerint egy a 30-as éveket idéző, megalomán, központi irányítású program indul majd, amelyben kézi erővel fogják nagy beruházásokba bevonni a tömegeket, utaztatással és elszállásolással, rendőri és katonai felügyelettel. A közmunkásokat a minimálbér alatt kívánják foglalkoztatni, 8 órában, és a munkanélkülieknek végzettségük és tapasztalatuktól függetlenül törvényi kötelessége minden felajánlott munkát elvégezni, ha segélyben kíván részesülni a jövőben. Amíg a leszakadó térségek érdemi támogatást és fejlesztési programot nem kapnak, tehát semmi érdemi nem történik a szegénység felszámolására, addig bizonyos kormányhoz közel álló, akár bizonyosan a kormányhoz közel álló cégek is a munkaerőkölcsönzéseken keresztül, amit a kormány közfoglalkoztatásnak hív, olcsó munkaerőhöz is hozzájuthatnak. A szegénység felszámolása helyett a Fidesz dologházakat épít. A közmunkások semmilyen segítséget nem kapnak arra, hogy a 3 hónapos közmunka után önállóan el tudjanak helyezkedni. 3 hónapig dolgozhatnak a minimálbér alatt, majd mehetnek, amerre látnak, és továbbra is csak magukra számíthatnak a munkakeresésben. Azzal, hogy 9-ről 6 hónapra csökkenti az álláskeresési járadék igénybevételének idejét, azzal nagy mértékben csökkenti az ismét a munkához jutásnak a lehetőségét. Ha valaki elveszti az állását, akkor kap egy járadékot a befizetett járulék ellentéteként, és segít az állam aktív és passzív munkaerőpiaci szolgáltatásokat biztosít annak érdekében, hogy az illető minél hamarabb vissza tudjon térni a munkaerőpiacra. A munka elvesztése önmagában egy drasztikus változás mindenkinek az életében, ha ezzel egy időben megjelenik, hogy megélhetése szinte azonnal veszélybe kerül, akkor jóval kisebb az esélye, hogy az érintett személy meg tud birkózni a munkaerőpiacra való visszailleszkedés feladatával. Ez azért is különösen fontos, mert tudjuk, hogy hazánkban nagyon csekélyek a megtakarítások, nem vagyunk anyagilag felkészülve az ilyen helyzetek kezelésére, miközben ha munkanélkülivé válik valaki, ugyanúgy ki kell fizetni a rezsit, ugyanúgy enni kell tudni adni a családjuknak. Ma Magyarországon átlagosan 6-12 hónap az álláskeresés időtartama az elbocsátás követően, ha a tartós munkanélkülieket nem számoljuk. A munkanélküliség átlagos időtartama 18 hónap, majdnem 2 hónappal hosszabb, mint amikor elkezdett a Fidesz kormányozni. Ennek tükrében elfogadhatatlan ennek az ellátásnak a csökkentése, mind időben, mind összegét tekintve. A felsejlő közmunkaprogram tökéletesen illeszkedik a Fidesz azon elképzelésében, hogy a magyar dolgozó egy bérrabszolga, amelynek nincsenek munkavállalói jogai, nem lehetnek preferenciái, és örüljön, ha dolgozhat. A kormány nem a jól képzett, önállóan is piacképes, egészséges és kiegyensúlyozott 21. századi munkavállalót látja maga előtt célként, hanem a jogfosztott, képzetlen, eldobtató, ázsiai mintára tervezett munkavállalót. Ezzel szemben az LMP olyan közmunkaprogramot ajánl, amely a szegénység felszámolásához járul hozzá. Több hónap terepmunka és széleskörű egyeztetés után egy olyan koncepciót tettünk le múlt héten az asztalra, amelyben az eddigi jó gyakorlatokra építve, a korábbi rendszer hibáit kijavítva és a fenntarthatóság szempontjait is beépítve jött létre, és amelynek legfőbb célja, hogy átmeneti segítséget nyújtson a bajba jutott családoknak, és ezt szélesebb foglalkoztatáspolitika és helyi gazdaság keretén belül tegye.
A közmunkaprogramot üzemeltető település, vállalkozás vagy kistérség pedig lehetőséget kell, hogy kapjon arra, hogy az olcsó munkaerő keresztül olyan infrastruktúrális fejlesztéseket valósítson meg, és szolgáltatásokat építsen ki, amelyek a helyi közösséget segítik, amelyek a kezdeti jelentősebb támogatás után saját lábára állhassanak és foglalkoztathassanak. Gondolunk itt például az önkormányzati földek hasznosítására, a helyi élelmiszertermelésre és helyi igényeket kielégítő szolgáltatás beindítására. Örülünk, hogy ez ebben a törvényben, legalábbis a koncepciójában megjelenik. Aki részt vesz ebben a programban, a munka mellett lehetőséget kell, hogy kapjon a továbbképzésre. Szükség esetén a gyermek elhelyezésre, és arra, hogy a program végeztével, ha jól teljesített, tovább foglalkoztathassák. Forrását két helyről kellene biztosítani, egyrészt az EU regionális és szociális alapjaiból, másrészt a munkaerőpiaci alapból, amelyet az egykulcsos adó visszaállítása, illetve eltörlése után fel lehetne ismét tölteni. A minőségellenőrzés és a tapasztalatcsere kulcseleme lenne a programunknak, ezzel segítve a helyi kezdeményezéseket és minél életképesebb és sikeresebb koncepciókat hozzanak létre. Lássuk, hogy mit csinált a közfoglalkoztatás terén a kormány eddig. 2010-ben a közfoglalkoztatásra fordított keret 150 milliárd forint volt, ez a keret 2011-ben 64 milliárd forint. Egyrésztről a kormány úgy látjuk, hogy hátat fordít a leszakadó kistelepülések polgármestereinek, mivel a Nemzeti Közfoglalkoztatási Program jelentősen növeli az eddigiekhez képest az önkormányzatokra háruló terhet. Az önkormányzatok elesnek a munkaerőtől, vagyis elvégzett munka értékétől, és nem rendelkeznek tartalékokkal, hogy ezt más forrásból pótolják. Ami bizonyos feladatok ellátásához fog maradni, például a településőrség, a házi segítségnyújtás, könnyen áldozatául esik ezeknek az intézkedéseknek. Nem marad forrás az árvíz és belvízi védekezésre, a helyi példaértékű projektek fenntartására, amelyek jelentős része pont az értékteremtés szolgálta, és amelyről a kormány mint célról beszél, például a helyi élelmiszerelőállítás, helyi piac megteremtése, helyi energiaelőállítás, továbbá kiesnek a közfeladatot intézményben folyamatosan segítő státuszok, nem lehet profi módon koncentráltan szervezni. Ezt már nem tudják vállalni a pár hónapos, négy órás, kétes munkaerőért, marad az utcaseprés, ahonnan nincsen visszavezetés. A maximálisan foglalkoztatható rétszám, amelyeket ezek a települések kaptak, sokszor arra sem elegek, hogy minden rászoruló személy jogosultságot szerezzen, ami középtávon azt jelenti, hogy az egy család egy segélyezett elve miatt várhatóan sokan ellátás nélkül maradnak, ami szintén az önkormányzati terheket fogja növelni. Jelentősen megnő a munkaügyi adminisztráció. A munkaügyi központok, a közfoglalkoztatás szervező önkormányzatok és intézmények és a magyar államkincstár jelentős többletterhelést szenvednek folyamatos kibeléptetések, elszámolások miatt. A pályázatok beadásától és az elszámolás megküldéséig olyan mennyiségű hivatalos iratot, számolás, táblázatokat kell több példányban benyújtani, ami rendkívüli mértékben megnehezíti a pályázó, például az önkormányzat dolgát. Végül elmondható, hogy a kormány semmibe se veszi a településvezetőket, az új programon látszik az egyeztetés hiánya, az utolsó pillanatos változtatások, az átállási időszak teljes kidolgozatlansága és zűrzavara. A munkavállaló közmunkaprogramban résztvevő helyzete eddig is jelentősen romlott, és ezt a jelenlegi törvénytervezet még tovább rontja. Akinek lehetősége van dolgozni, az is alapvetően 4 órában és maximum 3 hónapig dolgozhat, ennek súlyos anyagi és morális következményei vannak. A 4 órás munkaviszonyért járó bér és a bérpótló juttatás havi összege között szinte nincs is különbség, mely fedezni tudna a munkába járás többletköltségeit, mint például az utazás vagy ruházkodás. Eddig a végzettséghez mérten egyel alacsonyabb szintű munkát lehetett felajánlani. Tehát azt jelentette, hogy egy diplomásnak nem lehetett felajánlani utcaseprést, hanem csak is olyan munkát, amelyen minimum középfokú végzettség szükségeltetik. Ez ösztönözte az értékteremtést, a szervezőket pedig, hogy a megfelelő embert a megfelelő helyre vezessék. Most, ha az illető nem fogadja el a neki felajánlott bármilyen munkát, szankcionálni kell. Mivel igen nehéz ilyen feltételek mellett képességének közel megfelelő munkát szervezni, az igen méltatlan helyzettel nem együttműködő szemét törölni kell a munkanélküliek nyilvántartásából. Ez több szempontból is kedvező a kormánynak, hiszen egyrészt csökkent a regisztrált munkanélküliek száma, másrészt ezeknek az embereknek nem kell továbbra sem fizetni egy fillért sem. Viszonylag egyszerű, szervezhető
közterületi segédmunka sok személyi egészségügyi állapotának nem megfelelő munkakör, különösen kevéssé körültekintő munkaszervező esetében. Így ők például számos középkorú, gyengébb fizikumú asszony is, vagy elvesztik jogosultságukat, vagy megfelelő orvosi igazolás esetén maradnak passzív ellátásban. Az új rendszer láthatóan a résztvevők számára elfogadhatatlan, és a közösség morális válságához vezet, részben az emberek elkeseredése miatt, részben pedig azért, mert megszűnnek a helyi közösségi szolgáltatások. Az új rendszerben kódolva van, hogy a rászoruló